Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még mielőtt hozzákezdenék az előadásomhoz, van egy bombasztikusan jó hírem. A WHO nem fogja aláírni a szerződést, ugye most jelent meg a híradásban, hogy olyan kevés ország volt hajlandó aláírni a szerződést, hogy most lemondtak ennek az aláírásról. Ez egy óriási győzelem. Én egy kertes házban lakom, és ennél fogva minden nap lehetősége van fölnézni a gyönyörű szép kék jegünkre, és azt látom, hogy az utolsó pár évben, több mint 10 éve, hogyha fölnézek, akkor tele van csikokkal az ég. Ezt gondolom mindenki közülünk tapasztalja. Nagyon erősen meg kell különböztetni egy chemtrail csíkot, amit kb. 30 kilométeren keresztül lehet követni az égen, egy egyszerű kondens csíktól. A kondens csík az általában repülőgép után megjelent kis vonalka, ami pár percen belül eltűnik. Ugye ezt nagyon sokan konteónak, vagy összeesküvés elméletnek tartják, hogy itt minket chemtrail csíkokkal mérgeznek, de erről már időközben olyan sok bizonyíték van ezekről a chemtrailes mérgezésekről, hogy ez most már nem kérdés, hanem ez tény. Én körülbelül egy olyan 4-5 évvel ezelőtt, vagy talán 4 évvel ezelőtt tartottam egy előadást erről a Nexus televízióban. Vittem magammal egy csomó felvételt a chemtrailekről, és úgy döntöttem, hogy én komolyabban utána nézek, hogy mit lehet erről a chemtrail csikokról megtudni. És rátaláltam egy professzor dr. Dieter Klinkhartra, aki egy Amerikában élő, de német származású tudós, illetve tudós, általános orvos, de hát végül is tudós, és ő neki a rendelője a Microsoft cég és a Boeing cég között a félúton található, tehát neki mind a két cégből elég sok betege van, és azért ő ezt aztán sikerült neki föltérképezni, hogy mi van ennek a chemtrailnek a hátterében. Körülbelül 2020-ban elment a családjával Svájcba síelni. Ezt követően ott gyönyörű kék volt az ég. És ezt követően egy pár héttel később elment a Fekete Erdőbe, Németországba síelni az egész családjával, és ott viszont az ég teljes mértékben össze-vissza volt csikozva. És a kislánya, akinek soha nem volt köhögési rohama, teljesen egészséges gyermek volt, itt a síelés közben borzasztóan elkezdett köhögni. És a Klinkhart professzor is érezte, hogy valami szorítja a torkát, tehát úgy döntött, hogy megnézi, hogy mi van ennek a hátterében, és vitt magával hót a hegyeknek a felületéről, és ezt a havat megvizsgáltatta, és kiderült, hogy ebben a hóban 20 000-szer magasabb volt az alumínium szint az engedetnél. 20 000-szer. De mivel neki is problémája volt a torkával, elment Kamba. Kamba vért vetett magától, és megállapították, hogy az ő vérében 120-szor több az alumínium az engedetnél. Tehát itt egyértelmű bizonyítás nyert, hogy azt, amit szórnak ránk, az tömve van alumíniummal. Na aztán ő 2021-ben, augusztus 18-án el tudta érni, hogy Svájcban a esőnek a vizét megvizsgálták, és ebből a vízben 4000-szer magasabb volt az alumínium szint az engedetnél. Na most nyilván, hogyha az esőbe vagy a felhőkben, nyilván az alumínium nem a földből került föl, hanem a felhők fölötti szórásból került bele az esőbe. Na ezt követően elkezdte egy folyamatot, elindított, hogy megvizsgálják precízen, hogy mik vannak ezekben a chemtrailekben, és kiderült, hogy csupa nehéz fém van, illetve olyan anyagok is vannak benne, amik ettől egyik mindenik mérgező. Ez az alumínium, bárium, nikkel, stroncium, urán lebomlási termék, tehát még rádióaktív anyagokkal is szórnak minket, és azon kívül baktériumok, vírusok és gombák is találhatók voltak benne. Na most ő, mivel hogy a Microsoft és a Boeing cég között van neki a rendelője, mind a két gyárból elég magas rangú emberekkel volt lehetősége megismerkedni, és a Boeing cégből
megismerte azokat a mérnököket, akik a repülőgépeket átépítik olyan szinten, hogy kiveszik belőle a székeket, és hatalmas tartályokkal teszik tele a repülőgépeket. Én ezekről hoztam egy csomó fényképet, majd a végén levetítem egymás után ezeket a képeket. Na most kiderült az, hogy ezek a chemtrail szórások, ezek az amerikai hadseregnek a műve. Azt tudni kell, hogy az amerikai hadsereg fölött van még egy teljesen titkos szervezet, ami nagyon, szóval nem nagyon kontrollálható az amerikai államtól se. Na most ez a szervezet, ez egy népirtás hajt végre 42 országba, köztük a Magyarország területén is. Ezeket úgy érték el, hogy az adott országnak az államvezetősége aláírta a szerződést, hogy ebben az országban lehet szórni. Tehát olyan államvezetésünk van, aki engedélyezte a nemzetünknek az írtását. Ezt azért jó lesz megtartani az eszünkben. Na most ez a szórás az úgy megy, hogy ezeknek a nehéz fémeknek a nanonagyságú partikulumait szórják le a földre. Majd mutatok repülőgépeket, hogy milyen módszerrel csinálják. De ezeket a nano részecskéket ráépítik üveggyapotra. Na most ez a üveggyapot, amikor ezt kiszórják a légbe, akkor ez körülbelül 7 napon keresztül fog lepotyogni a föld felszínre. Először természetesen egy ilyen fátyol felhőt készít az égen. Ez a fátyol felhő, ez valóban képes arra, hogy a napnak a sugarait valamilyen szinten megszűri, tehát kevesebb napenergia fog kerülni a földre. Ezt ugye ennek mentén úgy is reklámozzák az egészet, hogy ez geoengineering, tehát időjárás befolyásoló tényező, így nevezik. Ezzel húzzák elő azt a elképzelést, hogy esetleg minket mérgeznek, ráhúzzák erre a geoengineeringre. Na most valóban van ilyen hatás, mert hogyha ez a üveggyapot leesik a nanopartikulum nehézfémekkel, ráesik a tengernek a felszínére, akkor a tenger felszínén létrejön egy nagyon-nagyon vékony üveggyapot réteg, ami 40%-kal csökkenti a tengereknek a kipárolgását. Tehát ezzel is már el lehet érni a földünknek a kiszáradását. De ezzel a technológiával mind a területünknek a kiszáradását, mind árvizeknek a létrehozását el lehet érni. Persze ehhez már egy kis harpnak a hozzájárulása is kell. Nem tudom, biztos emlékeznek, 2 évvel ezelőtt Magyarországon 4 hónapon keresztül egy csepp víz nem esett le az égből. Na most a Kárpát-medencére ez nem jellemző, hisz a Kárpát-medence ez egy olyan geológiai egység, ahol a magas hegyeknek a következtében mindig adott egy bizonyos páratartalomnak a lecsapódása a földünkön, tehát itt normális körülmények között ilyesmi nem alakul ki. Ezt nyilván művileg csinálták. Na most ez a professzor Klinkhardt, ez összejött egy svájci doktornővel, egy orvosbiológussal, úgy hívják, hogy Petra Wichel, és ez a Petra Wichel az egyik ilyen riportjában elmeséli, hogy nem csak az égből szórnak minket gyilkosszerekkel, hanem a gyógyszeripar is kitesz magáért, ugyanis pillanatnyilag 300 olyan tabletta található a európai gyógyszeripar termékei között, amelyek nehézfémeket tartalmaznak. Emellett természetesen már sokat volt szó a gyerekoltásokra, szinte nincs olyan gyerekoltás, ami vagy alumínium, vagy higan ne lenne benne. Ugye ezeket beteszik úgy, hogy tartósítani tudják azokat a kémiai elemeket, amivel az immunizálást okozzák. Na most ugye azért tudni kell, hogy ez a rengeteg alumíniumot, amit bevisznek a gyerekeinkbe, mivel hogy egy-másfél év után már olyan sokáig nem alakul még ki az véragygád, tehát ezek a nehézfémek minden korlátozás, minden védekezés nélkül bekerülnek a csecsemőnek az agyába, és ezek neurotoxikus, tehát idegsejt károsító anyagok. És ezért van az, hogy Gusó doktor tartott egy előadást, és ő mondta, hogy körülbelül 2026-ra Magyarországon több mint valószínűleg minden csecsemő már autista lesz. Most gondolják el, hogy ez a társadalom fölnő,
autista emberekből álló társadalom az összeomlik. Az nem tudja megszervezni magát, és nem is tudja vezetni magát. Tehát itt a nemzetünknek egy intellektuális jellegű kiirtása zajlik. És nem csak ezen a szinten, csináltak egy másik vizsgálatot, és is kiderítették, hogy a gyermekeinknek a 30%-a funkcionális analfabéta már. Ez is ennek a többek között az oltásoknak, de a Chemtrailnek is köszönhetjük. Ugyanis ez a funkcionális analfabetizmus azt jelenti, hogy ha elolvasnak ezek a gyerekeket szöveget, nem tudják értelmezni. És ami számomra megdöbbentő volt, hogy a felnőtt lakosságnak 20%-a funkcionális analfabéta Magyarországon. Tehát itt is tetten érhető a nemzetünknek az intellektuális kiirtása. Na most, mit okoznak ezek a nehézfémek? A nehézfémek gyerekkorban okozzák az autizmust. A felnőtt embereknél brutálisan megemeli a rákosodásnak a valószínűségét. Az idősebb korban viszont nagy felelősséggel bírnak a Alzheimer-kornak a létrehozásában, tehát az öregkori elbutulásban. De akkor meg kiderült, hogy támadják a kötőszövetet, tehát az izületeinket, támadják a hasnyálmirigyet, meg a pajzsmirigyet is. Tehát rengeteg betegséget okoz. A Wichel professzor asszony meg a Dieter Klinkhardt beszéltek az egyik előadásokban, hogy hogyan lehetne ezeket az anyagokat kivenni a szervezetből. Az első előadás, amit hallottam tőlük, az kb. 5-6 évvel ezelőtt volt. Ők akkor annak idején ajánlottak egy Oroszországból beszerezhető gélt, enteros gélnek hívják ezt az gélt. Ez egy nagyon olcsó szer. Annak, hogy Oroszországban nagyon olcsó, a magyar nemzetközi patikában igencsak borsós áron lehet hozzájutni. Ez gyakorlatilag egy íztelen, szaktalan gél, amiből, hogyha az ember naponta bevesz egy kis kanállal, akkor ez egy pár hónap alatt kiszedi belőlünk a nehézfémeket. De Japánban van egy kórház, amit egy dr. Kazuhiko Asai vezet, és ez a kórház ez csak szerves germániummal kezel. Fantasztikus eredményekkel. Ennek utána, mivel hogy a szerves germániumot Európában nem hozzák be, vajon miért nem? Az én saját feltételezésem az, hogy a gyógyszermafia nem engedi meg, hogy behozzák Európába, ugyanis ez a szerves germánium túl sok betegséget tud meggyógyítani, és ebben nincs biznisz. Ugye, mert hogyha valaki mondjuk rákos lesz, vagy valaki cukorbeteg lesz, ugye azt lehet 10-20-30 éven keresztül kezelni, óriási pénzeket fog így szerezni a gyógyszeripar. Ha hozunk egy olyan anyagot, ami egy-két hónapon belül valakit meg tud gyógyítani, ebben is profit. Na minden esetre ez a japán kórház, ez kiadott egy könyvet japán, angol és német nyelven, hogy milyen eredményeket lehet elérni szerves germánium kezeléssel. Ez az anyag ez képes 3 hónap alatt az összes szervezetünkből kiszedni a nehéz fémet. Ugyanis ez az anyag, ez egy félvezető molekula, és ebből bevesz valaki egy kapszulát, ez 20 órán belül kiürül a testünkből, a vesén keresztül, és mivel a félvezető tulajdonságainak köszönhető, úgy viselkedik a szervezetünkben kicsit, mint egy mágnes. És esetleg ezeket a nehéz fémeket egyszerűen magához rántja, és viszi ki magával a vizelettel. Tehát napi egy kapszulával, akár 3 hónap alatt teljesen tehermentesítjük a szervezetünket. Nyilván az elvtársak nem hagyják abba a felülvaló szórást, tehát talán ajánlatos 3-4 évente egy ilyen 3 hónapos kurát megismételni. Most még levetítenék önöknek egy pár fényképet, hogy lássák, hogy körülbelül mit lehet elképzelni. Nem tudom, ezt ki lehet nagyítani valahogy? Tehát itt lehet látni egy normális repülőgépet, ami húzza maga után a kondens csíkot. Ezek a csíkok általában egy néhány perc után eltűnnek. Ha most rámegyünk a kemtereles csíkokra, akkor ilyen egeket lehet látni. Ugyanazt kell csinálni, ugye? Igaz, minden egyes képnél. Hát én ezekkel a gyönyörű felhőképekkel minden nap találkozok. Pomázat meg Budapestet nagyon szorgalmasan szórják. Tehát ezektől kapjuk meg minden nap ezeket az alumínium, bárium, nikkel, stroncium, urán lebomlási termékeket. Hát gondolhatják, hogy ez hosszú távon mit csinál a szervezetünkkel. Hát csak így példaként hoztam egy pár képet, hogy
Szegyezzük meg. Itt lehet látni friss chemtraileket, ezek a vékony csikok. Ezekből körülbelül egy óra alatt megy itt szépen szét, és akkor kialakulnak ezek a vastag, már ilyen majdnem, hogy bárányfelhőszerű csikok. Na, de ezekből vannak olyan napok, hogy 20-30-40 ilyen csikot lehet látni az égen, és teljesen beborítják az eget. Hát ez megint csak egy olyan, itt már lehet látni, hogy szétterjedt az égnek a jó részén, tehát itt a napot is már csak ilyen szűrt formájában fogjuk látni az égen. Na ez egy nagyon árulkodó kép, mert ugyanis az a pilóta az egy darabig kiiktatta a szórást, és akkor lehet látni, amikor kikapcsolta a szórást, gyönyörűen szép, ott van egy üres szakasz, aztán eszébe jutott, hogy be kell kapcsolni, akkor visszakapcsolta. Tehát ez, aki azt hiszi, hogy ez Conteo-ról van szó, hát csak meg kell nézni a képet, teljesen egyértelmű, hogy nem lehet kondenssík, mert a kondenssíkot nem lehet kikapcsolni. Az folyamatosan megy a repülőgép után. Igen, na most ez is egy nagyon szép kép, hogy itt szinte párhuzamosan keresztül kasul lehet látni, hogy és ilyeneket naponta lehet látni, pláne Budapest fölött. Hát itt is már gyakorlatilag már a nap lehet látni, már csak szűrt fénnyel jön át hozzánk. Na most ez az a dr. Dieter Klinkhardt, aki először sikerült analízist csinálni a chemtrailekből a hó segítségével. Azt tudni kell, hogy az Európai Unióban a nehéz fémeknek a mérése a levegőből tilos. Nem engedik meg, hogy az országok ki tudják mutatni, hogy mennyire mérgeznek minket. A következő fényképen fogják látni a svájci orvosbiológus asszonyt, aki a gyógyszeriparba állapította meg, hogy pillanatnyilag 300 olyan gyógyszer van Európában forgalomban, amelyek alumínium tartalmú. Tehát mind a levegőből, mind a földről mérgezik az emberiséget. Most itt lehet látni azokat a tartályokat tartalmazó repülőgépeket. Nincs benne szék, hatalmas tartályok. Aztán, hogyha tovább megyünk, még lesznek ilyen tartályos, különböző tartályok vannak benne. Rajta van a maszk, pedig hát itt nem Covid ellen kell védekezni, nyilván a mérgező anyagok ellen védekezik. Itt lehet látni repülőgépeket, amiken láthatók ezek a szórófejek. Egyiken lehet látni oldalról, ugye ezen a képen. Itt is egy csomó szórófej az repülőgép oldalán. Itt is egy különböző, valami egy másképp kinéző szórófej. Na ez is egy jellegzetes szórófej, ezt a repülő végére teszik rá. Na és itt van egy olyan kép, ahol a drágalátos Angela Merkel, aki ugye zsidó létére mindent megtett, hogy Németországot tönkre tegye, sikerült is neki. Itt éppen bemutatják neki a chemtraileles palackokat a repülőgép belsejében, nagy örömére, mert ezt követően folyamatosan szólták Németországot. Na és itt van még egy esőt előidőző szórás, ahol fölülről rászólják a felhőkre a nanopartikulumokat, és akkor ezek úgy kondenzálják a vízmolekulákat, hogy aztán ilyen esőformájára rázudul a területre. Most a Bill Gates-el kapcsolatban még egy érdekes dolgot kell tudni, hogy a Bill Gates maga javasolt az amerikai kormánynak egy olyan összetételt, amivel ezt a mérgezést még hatékonyabban lehessen végezni. Nyilvánossá is ez megjelent különben interneten ez a hír Bill Gates-el kapcsolatban. Különben Bill Gatesről egy dolgot érdemes tudni, a családjának a hátterét. Ugye a Bill Gates az a Microsoft segítségével egy óriási vagyonra tett szert, és aztán neki nem volt nehéz megvásárolni a WHO-t. Ugye kb. 80-85%-ban az ő kezében van a WHO, tehát gyakorlatilag ő az az ember, aki diktál. És ugye beszerezte maga mellé egy etióp tömeggyilkost, a Gebre Jézust,
akivel közösen el akarták volna, hát most nem tudom, reméljük meg sikerült megakadályozni, de el akarták indítani az egészségügyön keresztül egyrészt a világnak a irányítását, másképp más szempontjából a tömegírtást. Most a Bill Gatesnek az édesapja, az az Amerikai Egyesült Államokban az eugenikus központnak a elnöke. Tehát egy olyan szervezetnek az elnöke, akik már évtizedek óta azon dolgoznak, hogy hogy lehet írtani az embereket. És a nagyapja, az viszont még az első világháborút követően a spanyol náthának az elterjesztésében a Rockefeller intézeten karoltve dolgozták ki azt az oltóanyagot, amivel amerikai katonákat beoltották, és így terjesztették szét a spanyol náthát, amiben különböző adatok szerint 20 és 50 millió embert sikerült megölniek. Tehát ez egy ilyen család. Tehát ahol a Bill Gatesnek benne van a keze, ottan nagyon kell félni attól, hogy itten gyilkolásház történik. Ezt akartam röviden önöknek elmondani a Chemtrailről. Valamilyen szinten össze kéne fogni, hogy ezt megakadályozza, nem lesz könnyű dolgunk. Még egy apróságot szeretnék itt meghirdetni, hogy június 22 és 26 között szervezünk egy olyan, hát egy konferenciát, ahol a Közép-Európából meg fogjuk hívni az összes alternatív médiának a képviselőit, az elnökeit, hogy egy közös stratégiát dolgozzunk ki, mert ugye a fősodratú médiáknak nem lehet hinni, és ezeknek be akarjuk mutatni a Szent Korona jogrendszernek az alaptételeit, azzal a kéréssel, hogy ők is tegyenek hozzá valamit, hogyha látnak valami hiányosságot, akkor mondják meg, hogy mit tartanának még jónak, hogy ebbe beépítsük, és reményeink szerint egy 2-3 napos konferencia után egy olyan konszenzus tudunk létrehozni az összes környezeti áramoknak az alternatív médiának az vezetőségével, hogy el tudjuk indítani a Szent Korona jogrendszernek a exportálását Európába. És akkor talán sikerülni is fog Magyarországnak ez a dolog. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük Jánosnak. Néhány mondatot mondanék erről. 2014-ben több mint 100 városban meghirdették a Chemtrail elleni tüntetést. A Petőfi csarnokban volt, én ott voltam. Két fiatal fiú indította az egészet. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá valaki, vagy ki volt ott.